Egyre magasabb a parlagfű pollen koncentrációja a levegőben, és a hétvégére akár elérheti a tüneteket okozó közepes szintet is, tájékoztatta szerkesztőségünket a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A parlagfűre érzékenyek orr- és szájnyálkahártyaviszketést, orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést tapasztalhatnak, ezért fontos, hogy a parlagfű virágporára érzékenyek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy keressék fel kezelőorvosukat. Dr. Asztalos Ágnes főosztályvezető, vármegyei tiszti főorvos azt javasolja, hogy mindenki a saját területén megfelelően és időben nyírja virágzás előtt ezeket a növényeket, hogy minél kevesebb pollen kerüljön a levegőbe. Bár nullára nem fogjuk tudni lecsökkenteni a pollen terhelést, a tiszta és rendezett környezet segíthet minimalizálni az allergiás tüneteket. A Népegészségügyi Központ honlapján folyamatosan nyomon lehet követni az aktuális pollen koncentrációt, illetve a parlagfű pollen riasztási rendszer térképes előrejelzése is segítheti az allergiásokat, így könnyebben felkészülhetnek a várható tünetekre, azok kezelésére, illetve megtervezhetik utazásaikat. Rendszeresen mosunk kezet, arcot. Az arcunkra, a kezünkre kerülő polleneket is le kell mosni. Aki érzékeny rá, az rendszeresen, akár naponta mosson hajat. A ruháinkat rendszeresen cseréljük. Az otthonunkban nedves takarítást végezzünk, hogy ne verjük fel a port, ne szálljanak fel újra a levegőbe azok a pollenszemek. Érdemes kora reggel, késő este szellőztetni, ebben a nyáridőben akkor van a hűvösebb is.